Na jó van, oké. Miért van egy mérgező burgonyán, meg minden ilyen cuccom, itthon már nem hiszem el? Jó van, ezeket gyors kidobáljuk. Tele vagyunk hallal, meg mindennel. Nem hiszem el! Izi! Husi! Husi, te vagyok! Mami! Husi! Eltegetett szobád, mondjad, szia! Hello! Mondjad, igen! Hú, meg jól eszik a rosszat! Én nem, én ezt nem hoztam. Ez honnan van itt? Nem te hoztad? Lehet, hogy megint kölcsön vettem. Nem mondd komolyan, hogy megint loptál. Megint loptál? Elloptam, kölcsön vettem! Ez lopásnak számít, te nem! Ha nem tudod kölcsön venni, azt megeszed, lenyeled, és akkor már tied. Hát meg ott van. És mi? Majd elmész WC-re, azt visszaadod nekik, vagy mi? Hogy gondolod? Nem tudom. Na jó, oké, inkább mondjad, hogy mit szeretnél, igen? Na, azt akartam mondani, hogy ugye kis, aki szeretné barátot, és én szeretnék barátot. Barátot? Aha. De minek? Mert kis, aki van barátnél. De én a haverod vagyok, az nem elég? De nem úgy barát. Ja, hogy úgy barát, értem. Hát, ha Istenem. Most veled is szemegyek, de tudod kis, és mennyire nehéz volt. Ó, de kis, ez putáz. Jól van, oké, hogyha... De figyelj, egy feltétellel, azt mondod, amit én mondok, vagy azt csinálod, amit én mondok, jó? Oké. És nem fogsz úgy csinálni, mint kis, hogy így össze-vissza csinálsz mindent, jó? Jó. Na, elsősorban vidd ki a szemetet, mert ezek nem kellenek. Na, jó. Szóval, várjál. Én vagyok egy személyzet. Hát nem, csak hát mivel itt laksz, azért úgy kéne valami házi feladatot, vagy házi munkát is csinálnod, meg ilyenek. Na jó van, macska fiú kell neked, gondolom, nem? Aha. Jó van, oké. Akkor keressük macska fiúkat. Cic. Haló, cic. Vagy hogy kell? Ez hogy működik? Ja? Halad, dobálsz el? Az működik? Esküszöm, cic, haló, van nálam, hal! Cic. Szerintem nem fog venni. Jó, nem tudom, hát valaminek csak kézélnie kell. Cic, haló, fiú macskák, valaki, ó, az ott nem egy macska volt? Ott van. Figyelj már, én nem tudom, nem értek a macskákhoz, ez ott egy fiú vagy lány macska? Fiú. Az egy fiú, oké, várjál, figyelj. Letesztelem. Cic. Hello. Cic. Szia, cica. Hello. Cső. Kell hal? Igen. Tessék, itt van hal. Finom. Na most dorombol, gyerünk. Dorombol. Oké, jó. Ez eléggé furcsa macska. Nem tudom, hogy vele, várjál. Husi, neked tetszik ő? Oké, na hát nem tudom, beszéltem vele eléggé furcsa, de amúgy esküszöm hasonlítotok. Komolyan mondom, mint hogy ikrek lennétek. Még a fejpántotok is ugyanolyasmi. Na jó, oké, figyelj. Csak teljesen mindenféle nyugodtságban, várjál már, amúgy nem tudom. Várjál, van egy jó ötletem, na figyelj. Csátesó, itt egy virág. Na, oké, várjál. Na, szóval, figyelj, szóval, ha, most menj be hozzá, és mit tudom én, kezdj el ilyen halat tenni, ezt lehet ad neked egy virágot, adtam neki virágot, tuti ad neked. Nem, hal. Okay? Nem kell, ez nem kell. Mi? Akkor milyen hal? Itt van sült hal. Nem, van. Ja, van, oké, jól van, mindegy, nem baj, na. Menjél, csak itt tettesd úgy, hogy nem tudom, nem tudsz semmit, aztán hát ad neked virágot, gyerünk, menjél. Jó, na gyerünk. Na nézzük, srácok, reméljük, hogy remélj, Husi, hogy Husi okosabb lesz, mint kis. Na nézzük. Adott egy halat a zöbben. Igen. Elcserélt egy halat egy rózsára. Igen. Oké, vagy hát... Rózsa, tulipán, majdnem ugyanolyan. Milyen halat kész? Az lazac? Igen. Akkor az. Kicsit. Easy! Hey! Ott van! Ja, oké. Jó. Mi ráadásul easy? Működik, Husi! Jó, oké. Na, kaptál tőle virágot? Uh-huh. Na, miért nem örülsz neki? Ja. Örülsz neki? Na, figyelj! Jó, figyeljél, várjál! Na, most így, mit tudom, menjél be! Azt kérdezd meg, hogy nem tudom, mondjuk a lányoktól egy kicsikét furcsa így kérdezni, vagy nem tudom, lányoknak furcsa kérdezni. Mit tudom én, menjél be és mondd meg neki, hogy hívjon el téged randizni. Vagy valami ilyesmi. Oké? Hogy... Manasság már nem gáz, nem? Hát egy csomó olyan Facebook videót láttam, hogy a csajok kérik meg a fiúk kezét, meg ilyenek, szóval... Ja. Na,
megkérdezem, hogy van-e barátnője. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, az jó, tehát kérdezem, hogy van-e barátnője. Bemegyek, ezt csak így tettem, hogy én így vásárlok. Na. Ja. Hello. Megkérdeztem az előbb. Akkor ki akar élni? Majd később lát. Azt akartam kérdezni, hogy neked van barátnő? Anyukám annak számít. Nem. Akkor nincs. Ó, az jó. Nekem sincsen barátom. Nincsenek barátaid. De nem olyan barát. Barátaim vannak. Szurka macska. Hello. Figyelj már. Nem akarod elhívni ezt a nagyon menő narancssárga macskát? Nagyon összeilletek. Én nem ismerem őt, csak úgy kérdezem. Így random így itt akartam venni ilyenek a dolgokat. Hogy kell elvenni? Hát mondd neki, hogy legyetek barátok, barátnőd. Legyünk barátok. Ne friendzónod. Mondd neki, hogy tetszel nekem. Mondd neki, hogy tetszel nekem. Tetszel nekem. Mondd neki, hogy mondd neki, hogy el akarod hívni moziba. Ne lájkold, mondd neki, hogy el akarod hívni moziba, vagy valami. El akarnak vinni egy olyan helyre, ami a koronavírus miatt bezár. Akkor hogyan megyünk el oda? Elmegyünk, betörünk. Jó. Okay. Hát jó, menjünk. Menjetek, sziasztok. Hát, itt vannak a virágaid, az nem kell. Kösz. Ja. Cső, sziasztok. Wow, srácok. Ezt eléggé szépen összehoztam, hogy látom. Ha, mit figyelsz? Mi? Mit figyelsz? Nem jövök sehova. Nem jövök sehova, csak jó, nyugi már. Na, menjetek nyugodtan, nem akarok én beleszólni a kapcsolatotokon meg semmi. Na, menjetek, gyerünk, ízeljetek. Aztán sok sikert, meg így ilyesmi. Na, idegen. Mi az? Mi merre az? Van a mozi? Nem tudod, hogy merre van a mozi? Honnan tudjam. Ez elég gáz. Figyelj, nem tudom, menjetek el valahol, az ott nem a mozi, az ott lent. Fogalmam sincs, én sem voltam még így ebben a moziban. Hát ott lent, az ott nem a mozi, vagy valami olyasmi? Nem tudom, az nekem nagyon olyasminek néz ki. Fogalmam sincs, nem tudom, hát figyelj, az is úgy, hogy ez először étterembe, vagy valami. Vagy valami ilyesmi, na? Étterem. Jó, vigyázzunk magatokra, sziasztok! Jó, sziasztok! Mondjad! Azt a kölyöt odaadom. Igen. Jó van. Na mindegy, menjünk. Oké. Jó, srácok, na! Összehoztuk, úgy tűnik őket. Milyen kölyöt adott nekünk, Husi? Nézzük már ezt. Erre voltam, ha soha nem találod meg, hozzám jön férjül és boldogan élünk. Mi van? Ezt Husi írta? Srácok, ezt Husi írta? Mi van? Konkrétan arra ment, azért kell neki egy fiú macska, hogy hozzámenjen feleségül és elrabolja, meg ilyenek. Oké, jó, erre mentek valamerre, ez biztos. Hol mehettek? Nem tudom, de nem már, Roland biztos nem látta. Jó, ide valahova, ide a templomba, nem ez a templom, ez szét van mindig rombolva. Nem, virág, nem, virágnál sincsnek. Itt vannak talán bent, itt van az ajtó. Ott van mindig a gonosz orvos. Uram, atyám. Gonosz orvosnak kettő feje van, vagy nem tudom. Szülőszoba. Mik vannak itt? Itt nincsenek szülőszobában talán. Gyerünk, pici. Husi! 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 Nyugi van! Nyugi van! Mit csináltok? Mi ez? Miért volt ez a... macskához élően ez a macska? De miért raboltad el Husi őt? Leírtam. De nem így működik, nem így kell férjet találnod magadnak, hogy elrabolsz valakit és akkor ráerőszakolod. Ez a... Jó, menekülj! Szóval... Ne, fordulj ide! Na szóval, nem így kell valakit elizélni, elcsábítani meg ilyenek. Nem így működik. Igen. Amúgy nézz hátra. Oké. Gyerünk gyorsan, oké, menekülj kifele. Hello, fia! Menekülj ide be! Nyugi! Nézz hátra! Jó, nyugi! Husi! Nem vagyok! Husi! Ki az? Husi! Ez nem így működik! Na, állj már le! Ne csináld már! Figyelj, mi lenne, hogyha szépen megkérdeznéd, hogy mit tudom én, nem akar veled hosszú távon együtt lenni, vagy valami, és nem ráerőszakolnád, na? Na, figyelj, gyere Husi! Na! Macsa, gyere ki! Na, szürke macska! Gyere ki! Gyere! Na, figyeljetek! Szóval, szürke macska, neked nagyon tetszik a... Tetszik neked a narancssárga macska? Igen?
Oké. Narancssárga, húsi. Tetszik neked a szürke macska? Igen. Na, szürke macska, húsi azt akarja kérdezni, hogy nem el akarsz hozzámenni. Férjünk. Hát előtte azt azért így tudnia kéne, hogy nem voltam teljesen őszinte. Mert? Én egér vagyok, nem szürke macska. Mi vagy? Egér. Egér vagy? Húsi? Vacsora? Mi? Húsi? Mi az, hogy vacsora? Azt mondta vacsora. Azt mondta, hogy vacsora. Egér. Menekülnék! Jézusom! Hát, jó, oké, egy kicsit sajnálok, hát, Oké, srácok! Szerintem akkor ennek a nagyon jó barátnőkeresős videónak így ennyi lenne. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogy igen, akkor dobjátok egy lájkot. És iratkozzatok fel, a következők a Dani Kalandokon, és ott találkozunk a Dani Kalandok után pedig a kis csatornáján. Ezekkel a csatornákon lesz még a videó, szóval nagyon remélem, hogy várjátok! És akkor köszönjük szépen, hogy tudtok, és találkozunk legközelebb. Hú, sziasztok! Sziasztok!